Az átadó ünnepségen Pelva Gábor, a Magyar Tenisz Szövetség sportigazgatója örömét fejezte ki, hogy az Egyesület és a helyi önkormányzat összefogásával ilyen nagyszerű komplexum létesülhetett, amely a továbbiakban erős bázisa lehet a kazincbarcikai tehetséges utánpótlás versenyzőknek, valamint a gyermekek és a felnőttek körében is tovább népszerűsíti ezt a nagyszerű sportot. A Magyar Tenisz Szövetség az egy javasló szerv volt, aki továbbította az itt elgondolt, megálmodott projektet az Emberi Erőforrások Minisztériumának, és természetesen mi erősen támogattuk, hiszen sok fejlődési potenciált láttuk ebben a projektben. Így igazából a kiemelt sporták fejlesztési projekten belül került ez támogatásra. És mondom, mi csak egy támogatóak voltunk, és javasoltuk ezt a projektet, és úgy gondolom, hogy igazából elérte a célját, mert egy hihetetlenül szép környezetben épült meg 4 teniszpálya. Nagyon várta már a kazincbarcikai teniszklub, hogy elkészüljenek ezek a teniszpályák, amelyek nem csak versenyek rendezésére alkalmasak, hanem további lehetőséget jelentenek a klubnak az utánpótlás nevelés bővítésére. Nagyon szép és jó eredményeket értünk el az országos bajnokságban is, vidékbajnokságban is, tehát soha a barcikai teniszklub életében ilyen jó eredményeket nem produkált az ifjúsági csapat, mint most. És ezen kívül mit jelent ez? Azt jelenti, hogy sokkal több fiatal és teniszezni vágyó ember föl a pályára, ami azt jelenti, hogy az iskolákra építetten próbálunk minél több fiatalt bevonni, és megszerettetni ezt a gyönyörű sportágat. Tudnélik, ez a sportág, az a sportág, ami 80 éves korban is művelhető, és az egészséget karbantartó sportág. Kovács László, az önkormányzat sporttanácsadója, rövid tenisztörténeti visszatekintés után szintén az összefogás dicsérte, és teniszezésre biztatott minden városlakót. Kazincbarcika város önkormányzat az élen polgármester úrral letette a voksát amellett, hogy az utánpótlás nevelésben minden sportágban nagyon fontos szerepe van egy önkormányzatnak. Keressük a társakat, keressük a stratégiai szövetséges partnereket, így jutott előtérbe a teniszegyesület is, hiszen hosszú-hosszú immáron körülbelül egy olyan 6-8 évvel ezelőtt született meg a gondolata annak, hogy egy 4 pályás teniszcentrum létesüljön Kazincbarcikán. Az, hogy ma átadhattuk ezt a létesítményt, egy nagyon széles körű összefogásnak köszönhető. Egyrésztről a kivitelezői oldalon Szuromi Péternek, másrésztről a teniszszövetségnek, aki anyagi támogatást nyújtott hozzá, harmadrésztről az önkormányzatnak, és a végére hagytam az egyesületet, aki gyakorlatilag kiegészítette az önkormányzat és a szövetségnek azon elképzelését, hogy ez a létesítmény létrejöhessen. Kiegészítették saját erőből, saját forrásból, és a szövetségnél elérték azt, hogy ennek a támogatásnak legyen még egy fordulója, amiből már a szociális részeket is át lehet majd adni a pályákhoz. Klimon István alpolgármester hozzátette, hogy a többi sportág egyesületeivel hasonlóan jó együttműködésnek köszönhetően jelentős infrastruktúrális beruházások valósultak és valósulhatnak meg a városban, mint a Color City Arena, a kézilabda központ, a vízi komplexum, a jégcsarnok, valamint a kivitelezésre váró birkózó és súlyemelő terem és streetball pálya. A városi egyesületek és országos szövetségek mellett fontos kiemelni az alapfokú intézmények támogató hozzáállását, mint például a Pollák Mihály általános iskola tagintézményeit és testnevelőit.